De nincsen olyan ember, ki ne érezné egyszer, hogy inni kell. Gyerekek, nem azt mondom, hogy ígyunk folyamatosan, de vége a bőjtnek. Becsülettel betartottuk, nem ittam. Pálinkát se annyi pincot szoktam. Nekiállunk egy kicsit dolgozni. Nem tudom, hogy vagytok vele, kiszoktam csontozni a csirke combot. Az egyszerű, nézzétek csak. Mellé vágok a csontnak. És majdnem kiszedtem. Mellé vágunk. Azt hittétek mi, hogy nem bírok egy tyúkkal. Bírtam annak idejét, mennyi tyúkkal. Sőt, mikor sportoltam, 100 női mellen első voltam, de hagyjuk ezt most. Na, így van, kiszedjük be, kifordítjuk belőle, hogy könnyen működik a csontot. Van, aki szereti leszopogatni, én inkább előre kiveszem belőle. Aztán közben ez csont, kutyának is kell venni. Kis kutyának, nem adom oda neki nyersen, majd egy kicsit megsütöm. Látjátok? Így néz ki ez vidéken. Itt jók a pityók a krumpli lőre, versenyt iszunk mi majd a krumpli csőszer. Nem volt egyszerű ám ez a bőjt, de megért egy kis tisztulás. És észrevettétek az arcom mennyire szép lett? Sose volt. Sose volt szép, de most nézzétek meg. Bezártság, megy még, fiatalok. És látjátok, ennyi csontok kivéve, combok ki vannak filézve. Jön a fűszerezés, összekevertünk kis fűszert, ebben van egy kis só, piros paprika, szárított zöldségek, kömény, szeretem a köményt, ugyanis, amiatt a rosszak a fogaim, nem bírom a keményet, csak a töményet, így bepácolom. Most jön egy fontos rész, gyerekek, tej, hát ez csak ilyen legényesen. Fontos lesz, ha tepsibe csináljátok ugyanezt a dolgot, bőrrel lefele rakjátok, mert hiába fűszerezitek a bőrt, nem fogja átengedni ezt a fűszert, és majd a végén lehet megpirítani, mielőtt kész lesz a sütőbe, én most itt grillezni fogom, mielőtt kész lesz, akkor fordítom meg, és sütöm, pirítom meg a bőrét, mert azt szeretem ám. Akkor szépen a fehér nép, mikor kicsit piros, rozsgás az utcája. Ez szép, ha veszed elem, kész, ha veszed elem, hogyha rám néz a halam. Na, összekoszolok pár edény, de megéri, figyeljetek ide. Belerakom a csirke combot. A kötékben vettem fel azt a kutya mindenit. Öntök rá egy kis olajat. Hadázzon, hadd a csogjon. Egy kis wellness annak a tyúknak is kell. Ezt meg már azért ki fogok kapni. Hadd kérjelek meg benneteket. Van, aki tud esetleg osztani köztetek, osztani, szorozni? Mert akkor próbáljátok meg a videót is osztani, szorozni. Lehet követgetni, terjeszteni. Haladjunk a korral. Lehet Instán is megjelenünk egy-két fotóval. Facebookon is ott leszünk, és főleg a YouTube csatornára iratkozzatok fel, meg fogja érni. Ilyen csoklom, Ági van. Na, szép asszonyokra, jó emberekre. De ne feledkezzünk meg egy emberről, ugyanis annak idején, mikor Noé apám Isten parancsára
a Winsor-ön elő rohan bárkájába, azt az egyet azért mégiscsak jól tette, hogy a szőlőtőkét el nem felejtette. Neki köszönhetjük, hogy a bort ismerjük, mitől erőnket, jókedvünket nyerjük. Hát legyen ezért itt ma mindenkitől hála, ígyunk emlékére, és hulassunk már. Egészségeteket! Na, ott tartottunk gyerekek, ebben megint nem lesz ebéd, vacsora lesz. Nem. Na most jön a lényeg. Most jön a lényeg, azt hittétek, hogy csinálok egy frankó csirkét, mit? De nem. Fogok egyből csirkét csinálni, ezt félrerakom, és míg az összeérik, addig én nekiállok, bepálcolok egy kis cukkinit is, meg egy kis gombát. Ha lennének olyan szép lányok, akiknek egyedi ötleteik lennének, hogy a műsorban mit csináljunk, ígérem, hogy napra pontosan meg fogom nekik mondani, mikor lesz az esküvőjük. Úgyhogy lányok, lehet jelentkezni. Ja, de visszatérni a főzéshez, mert ott, hogy egyenletes vastagságra szeljük fel a cukkininket. Úgyhogy a zöldségeknek nem kell annyi idő a fűszerezésre, mert azok hamarabb átfeszik. Úgy van. Ez egy más fűszerezést igényel majd, mint a hús. Úgyhogy én így szoktam, nézzétek. Nem vagyok én úri családról. Akkor ezt innét félre rakjuk. És most jön a gomba. Jön a gomba, jön a vagomba, megy a bomba, megy a vagomba, megy a gomba, meg a bomba, megy a bomba. Én ki szoktam venni, valakik megeszik ezzel, semmi baj, egyébként csipertkét hoztam, megbízható, meg szoktam nyúzni. Most rajtatok fog múlni. Hucolok, vagy megmosom? Melyiket? Na, megállok egy kicsit. Hát a mosás győzött, úgyhogy látom, arra szavaztatok többen. Ebbe a kis mosóedénykébe belerakjuk a gombát. Átmossuk, de nem is így, mert bocsánat. Olyan lányos zavarba vagyok így. Hát iszok egyet gyerekek, mert azt sem tudom, hol fogok aludni. Olyan éhes vagy, egészségetekre. Na. Csumázom, mind a paprikát, mert paprika só, szó ami szó. Én vagyok csak te hozzád való, ő leszek én, csendes szerény. Édes rózsám, légy hát az enyém, hele jöjj ide bátran a karomba. Egyen nem vagyok rabló a bakonyba, mert paprika só, szó ami szó. Egyen én vagyok, csak te hozzád való. Na, ott tartottunk, ott hagytuk abba, hogy csumázunk. Valaki kivesz pörkölbe, például azt bele szoktam szelni. Tojás alá, amal gyorsan. Fiatalok. És most jön egy olyan rész a kombánál, hogy ezt nem, én nem tudom, ezt meg sem mutatom, hogy miről van szó. Ezt főleg kiskorúak nem láthatják a következő részt, úgyhogy megkérek mindenkit, hogy most egy kicsit forduljon el, ezt nem láthatják, gombamosás. Látjátok, milyen alapos vagyok? Folyékony szappan, ettől lesz igazán tiszta. Csak vicceltem, ez a poén része, hogy megnézhettétek volna, jó alaposan megmostuk. Túlzásban nem viszik a fűszerezését a gombának, show, bors, és ott szórunk rá, meg persze a kéztörlésem, az anyám úr iskoláját. Hey, de azt a kutya minden itt, na, fiatalok.
Szép asszonyok, jó emberek, akkor ahogy mondtam, hadd álljanak egy kicsit fűszervezek a dolgok, még begyújtok. Egy napi bölcsességem közül az egyik, hogy angol tudósok most azt állapították meg, hogy 10-ből egy ember az 9. Ide pakolunk, először a húsokat, kicsit több lett, de mindegy, mert sütünk, főzünk. Ez az. Oda nézünk. Ide fogjuk hozni a cukkinit is, meg a gombát is, de azoknak ugye nem kell annyi sütés. Úgyhogy, na most, fiatalok, felpakoljuk a csirkét, és egyenletesen átsütjük. Annyit várunk vele, hogy kicsit kérgesedjen. Zsír a csibe, mert nem fér a fejébe, hogy a tojásból ide, hogy kerülhetett ő. Fölkák a kövén, de felhangzik a melódia, sír a ruca, mert van neki egy barúfia. Fejük a tehén, mert nincs alap a fején, és napszúrást kap szegény, mert meleg az idő. Kák a kövén, ha felhangzik a melódia, sír a ruca, mert van neki egy barófia. Bejött a tehét. Na, nem komolytalankodjuk ám el, hanem úgy csináljuk. Rakom, megkérgesedik, dobok, utána átforgatom. Szépen kiveszem a képből. Oké, visszajövök. Na most figyeljetek, most fogok egy nagyobb trükközni. Gyerekek, megváltozott el a kis világ, kicsit megkapucoljuk. És... Pam-pam-pam-pam-pam. Ezt reggelre pucoltuk. De még egy szint csinálunk. Már ezt úgy kellett volna, hogy átmelegítjük a vason, és utána rakjuk rá, kicsit kisítjuk. De régebben ide nyúlja, ezt meg kellett szoktam meg, úgyhogy ezt most kihagyjuk legközelebb, viszont eleget is meg kéne fogni a vasaláshoz. Úgyhogy gyerekek, bárki jön ide, jöhet hozzám. Én úgy kefélek, hogy úgy senki. Ahogy én kefélek, nem kefél úgy senki. Nézd meg! Jaj, na, ezt is visszaraktuk. Most hagyjuk egy kicsit így sűni. Addig én töltök magamnak egy jó. Visszahűlt az idő, de jó lesz, gyerekek, így érdekel, beindul a tavasz, örül áll majd a szobalány, örül a tavasznak. Nézzük csak. Szép asszony, egész jó puhul. Ugye nem sokára itt van a Mikulás, arról is egy kicsit szeretnék beszélni. Szerintem pár hónap is. Nem, a Mikulás rendben most ment el a nyúl. Hú, gyerekek. Maga mána. Most hadd süljön. Gyerekek, hú, de finom lett. Ez még süt, kicsit félrehúzzuk a húsokat. Gyerekek, leszámít eszem és szombínom, dánom, én nem bánom, ha már legyen kövér, legyen eszetek, aki ma keszegetek, szegetek, rárakom. Ez az, és, fiatalok, és akkor most pedig főrakjuk a zöldségeket, beszélek itt.
nézzétek csak, ebbe a kis olajba beledugáljuk kis cukinit, meg gombát is. Aztán elkészül, áthívjuk a szomszédokat is, hogy elfogja, mert azért egyedül ez sok lesz nekem. Egy sor gomba, egy sor cukkini, egy sor gomba, megint egy sor cukkini. Na, folyatjuk a nyálunkat már. Azért kell később rakni a gombát, mert meg a cukkinit, mert ennek ugye kevesebb sülés, főülés kell. Jó van, ez csak egy mutatóban, mert szerintem ugye jönnek a szomszédok, majd úgy fogjuk. Készülünk legközelebb egy meglepetéssel, még a Pette meglepetéssel, úgyhogy úgy néz ki, hogy ezek a videóinkat vasárnap délután 2-kor premierbe levetítjük, és igyekszünk hetente jelentkezni, de azért nézzétek az infókat Facebookon, Instagramon, a Jó Laci Betyát, tehát mindig úgy keresetek, a Facebookon is a Jó Laci Betyát. Van a Szijjártó László Facebook oldalon is, de tele van, mint a láncra vert falusi kutya. Úgyhogy nagyon nem tudtok jelentkezni, mert igazából én a Jó Laci Betyát követem, ő nem is én, mert igazából a családom, lányom, feleségem, aki foglalkozik vele, de mindig tudatnak üzenetekről, YouTube-ot azt én kezelem teljesen, tehát ott azt én nézem, hogy ki mit csinál, mit akar. Gyerekek, nem tudom, lehet, hogy hülyeséget csinál. Ennek permeteznek már a hegyekbe, gyerekek. Ilyenkor, mikor virágzik ám a tubarózsa, zöld el a fa, jönnek-mennek a csérek, így van már kinyillott, lassan fújkálni lehet. Hát én ezt a hülyeséget csinálom. Így sül fölül, és majd megforgatjuk. Ezt is. Hát kéne forgatnom a húsokat. Megnézzük, amelyik esetleg barnultabb, azt kicseréljük a szélére. Kérsz még cukkinit? Kérsz cukkinit? Jól van, akkor adok neked cukkinit. Figyelj ide! Csak el kéne döntened, ez ami főd, kóstold meg, kóstold ilyet. Úgy, várjál. Ha bízlik a nyers, az az. Jó, figyelj. Ilyen lesz szépen. Kérsz nyerset is megkóstolod? Megkóstolod a nyerset? Na, kóstolom meg tiéd. Jó lesz a nyers. Várj, nézzük meg a húshoz mit szólsz. Ez hús. Az lehet, hogy nem ízlik neked. Tiéd. Tiéd. Jó? Figyelj, hol a fatál? A fatál hol van? Ne jázd a hülyét, hol a fatál? A fatál. Itt a fatál. Akkor egy húsokkal, most szerintem ez kész van. Ezt végre be tudjuk oldani. Jut neked is, ne ízlődj kis kutyát. Hagyjuk a szomszédba a csont. Hú, tényleg a csontokat. Ez az. Zöldség mellé. Aztán gyerekek. Teszünk ebből olyan jókat. Rakjuk a combot is, hogy ne égjen tovább, süljön. Na, mit szólsz hozzá? Jó lesz? Hú, de királyság, mi? Olyan eszünk. Igen, majd idehozod a táladat, tudod mi? Ide fogod hozni nekem a táladat, és azt megpakolom neked hússal, zöldséggel, kis kutyám, jó? Ilyen a magyar, hadd egyen. Inomine, inomine, inomine. Na, hát még befejezzük a többit is. Kutya már érzi az illatokat, azt én nem érzitek. Örülök, hogy velem voltatok. Én hamarosan leülök, átjönnek a szomszédünk. Eszünk, iszunk, dínunk, dánunk, nem lesz itt semmi bajunk.
Én csókolok minden szép asszony, ölelek minden jó ember. Tészt csók!